Isten, ő írta a fogalmazásaimat, egyel eladtam. Ha azt hitted, hogy az előző részből mindent megtudtál a tápai lányokról, tévedsz. Most újabb titkokat árulnak el, mi pedig csak pislogunk az őszinteségükön. A Szabi 1986. január 30-án, és én úgy emlékszem, hogy ő a reggeli órákban, tehát hogy... Ilyeneket tudsz? Igen. 11 felé. 1987, 05, 15. Jó, ezt amúgy szerintünk még anyukánk se tudja teljesen pontosan, az, hogy az én kukó. Az lehet, hogy bánja. Sose bánok semmit, ami megtörtént. Igen, ez az a baj, hogy... És utána lapozunk egyet, és kész, hello. Lentről lehet az, hogy terrorizáltál, mami. Azt lehet, hogy bánok, nem? Átlapozta. Ő az üzlet, biznisz elés. Mondhatod, hogy Marti is egy jó anya vagy, de nem baj. Valóban mondhattam volna, igen, de... Karrieristának tudok három gyerekkel, de semmi baj. Jaj, meg szeretnék, mert szépen már a szikusan beszélni, hogy beszélsz meg. Ízni. Úristen, ő írta a fogalmazásaimat, egyel eladtam. Te mindenben egyetértesz a testvéreddel? Írd meg kommentben.